Kevés kukorica termett, sok helyen a tavalyi mennyiség negyedét sem tudják betakarítani, miközben a felvásárlási árak nem változtak. Hatékony bűnmegelőzés, szorosan együttműködik a Nyíregyházi Rendőrkapitányság a Megyeszékhely 17 polgárőr szövetségével. Áldozatvállalás a hazáért, az aradi vértanúk tiszteletére tartottak ma megemlékezést a Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomban. Az átlagostól jóval alacsonyabb termés átlagra számítanak idén a kukorica termelő gazdák az aszály miatt. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Sok helyen a tavalyi mennyiség negyedét sem tudják betakarítani, miközben a felvásárlási árak nem változtak. 4.000-4.500 forintot kapnak a termelők a takarmány növény mázsájáért. Az idei aszályos időjárás minden kertészeti kultúrára hatással volt, így a kukorica is megsínylette a nyári meleget és a csapadékszegény hónapokat. Agusztinyi Nagy András, a Gyula tanyai fajta kísérleti állomás vezetője elmondta, öntözés nélkül már szinte nem is lehet normális hozamú kukoricát termelni Magyarországon. A kukorica betakarítás már majdnem a vége felé közeledik, ennek az eredményéről, amit el tudok mondani, sajnos messze-messze elmarad a több éves átlagtól. Hallok itt a környékről 15-20 mázsától kezdve 60-70 mázsáig, ami nagyon-nagyon rossz termésnek minősül. A felvásárlások sajnos nem követik hülyen ezt a minimális termést, mert olyan 4200-4300 forint körül van, 4-4500 forint között van a kukorica ára. Az öntözés és a modern lomtrágyák jelentős termés hozamemelkedést jelenthetnek, azonban ezek a termelési költségeket is megemelik, amiket a felvásárlási árak nem tudnak kompenzálni. Árba körülbelül a tavaly is itt volt, csak termésbe, tehát kimerem jelenteni, szinte a duplája volt. Tehát a mostani 30-40 mázsával szemben tavaly 70-80-100 mázsás kukoricák jöttek, sőt nem volt ritka 100 mázsán felüli kukoricák. Azokon a területeken, ahol tavaly előtt, tehát az előző években bőven 100 mázsán felül volt, most ott is olyan 60-70, tehát a fele termés, amivel lehet számolni. Agusztinyi Nagy András hozzátette, a kukorica a virágzáskor jelentős csapadékmennyiséget igényel, ami az ország keleti felében a szárazság miatt tovább rontotta a várható termésmennyiségeket. Tüntettek az ESZOSZ-szal munkaszerződésben állók Nyíregyházán. Állításuk szerint ugyanis sem munkát nem adott, sem jövedelmet nem fizetett nekik a szövetkezet. A demonstráció szervezői azt hangsúlyozták, az első magyar környezettudatos szociális országos szövetkezet egy 6 milliárd forintos program keretében vállalta, hogy alacsony iskolai végzettségű, több éve munkanélküli embereket alkalmaz. A károsultak azonban azt mondják, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében megközelítőleg 1000 ember maradt munka és fizetés nélkül. Létrejött az országban az első szociális országos szövetkezet, mely munkát ígért nekünk. 2015 márciusában kiküldték a közvetítőlapokat, mivel sajnos szociális segélyen voltunk, és nekünk hosszú távú munkát ígértek. Aláíratták velünk a szerződést, hogy április 1-től felvesznek minket dolgozni. Ilyen 5 éves szerződéseket, ilyen dolgokat mondtak, hogy hosszú távú munka lesz. Hát ugye minden ember megörült a munka lehetőségnek, főleg azoknak, akiknek családja van, és ennek ellenére sem munkát nem biztosítottak számunkra, sőt, több havi bérünk elmaradt, nem fizetik ki, sem a papírjainkat nem küldik vissza, és ennek ellenére nem tudunk sehová elhelyezkedni dolgozni. Ugye bár akárhova az ember el szeretne állni dolgozni, mindenhonnan kérik az előző munkahelyről való papírokat, semmiféle támogatás, semmiféle jövedelmünk nincsen. Több mint 70 millió forint értékű cigarettával borultak árokban menekülés közben cigarettacsempészek. Az adózatlan cigarettát szállító tehergépkocsit Kisar térségében akarták lekapcsolni a pénzügyi nyomozók. Miután az autóvezetője észrevette, hogy ellenőrzésre számíthat, továbbhajtott, majd egy éles kanyarban kisodródott és árokba borult. A jármű rakterében több mint 80 ezer doboz magyar adójegy nélküli cigarettát szállítottak. Az utas elmondása szerint csupán véletlenül keveredett az ügybe, stopposként ült be a csempészautóba. A pénzügyi nyomozók jövedéki termékre elkövetett orgazdaság büntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki a sofőrt és utasát, akik egyébként magyar-ukrán kettős állampolgárok. A bíróság elrendelte előzetes letartóztatásukat, az elkövetők 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés büntetést is kaphatnak.
Szorosan együttműködik a Nyíregyházi Rendőrkapitánysága a megyeszékhely 17 polgárőr szövetségével. A hatékony bűnmegelőzés érdekében közös járőrözéseket is tartanak. Ma azok a polgárőrök vehettek át munkájuk elismeréseként oklevelet, akik a 2015-ös turisztikai idényben rendszeres szolgálatot láttak el. A polgárőrök áldozatos munkájukért okleveleket vehettek át. Az elismerésekkel a nyíregyházi rendőrkapitány, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitány és Nyíregyháza polgármestere méltatta az önkéntesek munkáját. A nyíregyházi megyei jogú város polgárőr szervezeteinek jeles képviselőit, akik leginkább kitűntek a turisztikai idényben szervezett közös szolgálatok kapcsán. Ezeket a szolgálatokat azért szerveztük, hogy a frekventált időszakban, frekventált helyeken a játszóterek, közterületek biztonságát továbbra is fenntartsuk. Megelőzve ezzel a garázdaságokat, rongálásokat, a lakosságot bosszantó legnagyobb helyeken, leginkább a zajongásokat. Az ünnepségen Nyíregyháza polgármestere kérdésünkre elmondta, a polgárőrök és a rendvédelmi szervek munkáját különböző pályázatok és megállapodások is segítik. Az elmúlt években már 25 millió forintos civil alapkeretén belül külön pályázatokkal, de emellett is rendszeres anyagi juttatással, illetve Nyíregyháza van egy olyan együttműködési megállapodás köztünk a rendőrség, közterületfelügyelet, városgondnoki szolgálat, katasztrófavédelem, polgárőrség, amely biztosítja a keretet, az együttműködés, hiszen sokszor nem csak anyagi támogatásról van szó. A megyeszékhely vezetése az elmúlt években jelentős technikai fejlesztéseket hajtott végre a bűnmegelőzés érdekében. Kamerarendszer épült ki több városrészben, amit a Digitális Város projekt keretében továbbfejlesztenek majd. Az aradi vértanúk tiszteletére tartottak ma megemlékezést a nyíregyházi evangélikus nagytemplomban. Szabó István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke televíziónknak azt nyilatkozta, október 6-a fájdalmas gyász a magyarok életében, ám mégis magasztos emléknap, hiszen a hősiességre, a nemzetért és a hazáért való áldozatvállalásra tanít. Tegnap hősökkel lettek, ma mártírok, így parancsolja ezt hazám szolgálata. Ez volt az utolsó mondata 1849. október 6-án Dezsőfi Arisztid magyar főtisztnek, az Aradon kivégzett 13 mártír egyikének. A vértanúkra emlékezve nyíregyházi diákok 13 fehér rózsát helyeztek el az evangélikus nagytemplomban. Ez egy nagyon fájdalmas emlékképe és emléknapja a magyar történelemnek. Azt gondolom, hogy az évek során mégis egy nagyon magasztos érzésé nemesült. A puszta fájdalom mellett az emlékezés és egyfajta a néplélekbe, a magyar emberek lelkébe, mint egy beleégő minta és példa a hősiességre, a nemzetért, a hazáért való áldozatvállalásra. És azt gondolom, hogy ez egy olyan erős nyom a magyar történelemben, ami a mai élő fiatalokat, a békeidőben született és békében fölnevelkedett fiatalok számára is egy nagyon fontos üzenet. A megemlékezésen Nyíregyháza alpolgármestere Úrik Attila történészként is szólt. Mint mondta, a Ferenc József akaratát teljesítő táborszernagy Hajnaú, valamint az ítélet ellen Európa nagy része fellázadt. A közvélemény a magyarok mellett állt, hiszen megegyezéseket és törvénykezéseket is figyelmen kívül hagyva méltatlan halállal büntették a 13 magyar honvéd tisztet. Ez bizonyítja a legjobban az, hogy amikor Hajnaú 1850-ben Londonban járt, akkor életét alig tudta megmenteni a feldühödött munkások ellen, akik azt kiabálták neki, hogy szabadságot Magyarországnak, és vesszen a zsarnok, és egy temzeparti kis kocsmában tudott elbújni a feldühödött angol munkások előtt. Tehát ez mutatja azt, hogy több évvel már a szabadságharc leverése után is még ez a magyar küzdés, ez benne volt az embereknek a gondolatában, mind ahogy ez a miénkben most is benne van. A nyíregyházi megemlékezés délután a Damjanics szobornál folytatódott, ahol Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Nyíregyháza vezetői, valamint iskolák képviselői is koszorúkat helyeztek el. Leves nyíregyházi bencúrok emlékét megörökítő emléktáblát helyeztek el a Túróci Zoltán evangélikus óvoda és magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola épületén Nyíregyházán.
Az emléktáblán Benczúr Miklós 1848-49-es honvédőrnagy, Benczúr János ügyvéd, bölcselő és Benczúr Zsuzsanna tanító író nevét tüntették fel. Az emléktáblát a Nyíri Honvéd Egyesület adományozta az intézménynek. Úgy gondoltuk, hogy akkor lesz teljes Nyíregyháza 1848-as megemlékezésének a kerete, ha még egy személynek itt emléktáblát állítunk, és ez Benczúr Miklós, honvéd őrnagy, aki 1848-49-ben a honvéd zászlóajat vezetett, és a világosi fegyverletétel után oszlatta fel csapatát, tehát addig a nyíregyházi 400, illetve kibővített zászlóaj az utolsó pillanatig küzdött a magyar szabadságharcét, ennek ő volt a parancsnoka, és a családjából több neves személyiség írta be Nyíregyháza és az ország történetébe a nevét. Így kiegészítettük egy filozófussal, a János testvérrel, és egy írónővel, tanítóval, Zsuzsanna testvérével, és ma ennek a emlékjelét avattuk itt föl. Életének 94. évében családja körében elhunyt Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság volt elnöke. Kedden tudatta a család nevében Gulyás András titkárság vezető az MTI-vel. Göncz Árpádot 25 éve 1990. augusztus 3-án választotta az országgyűlés köztársasági elnökké. Ezzel ő lett a rendszerváltozás utáni Magyarország első államfője. Temetéséről később intézkednek. Hamarosan két új elemmel bővülhet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár. A témáról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Új szervezeti felállásban működik a jövőben a Nyíregyháza Spartacus. A klubot háromfős elnökség Révész Bálint, Brek János és Ökrös András irányítja majd. Sportigazgatóként pedig Nagy Sándor felel a stratégia tervezéséért és végrehajtásáért. Idegenbeli győzelemmel kezdte a szezont a nyíregyházi kosársuli. Az amatőr nemzeti bajnokság nyitó fordulójában Miskolcon a DVTK második csapata ellen végig vezetve 69-50-re nyert Farkasinszky Gyuláné együttese. Hamarosan két új elemmel, Józsa András életművével, valamint a Szatmár-Beregi térség gyümölcsöseivel és fás legelőivel bővülhet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár. A térség értékeit bemutató vándorkiállítást már több helyszínen is megtekinthették az érdeklődők az elmúlt hónapokban. Jelenleg a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár emeletén látogatható. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárban jelenleg 14 elem van, ilyen például Besenyei György munkássága, a Paszabi Szőttes vagy a szatmári középkori templomok. A vándorkiállítást már több településen láthatták az érdeklődők, jelenleg a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár emeletén tekinthető meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értékek tára kiállítás. Több állomása volt, hál' Istennek megyén kívül is eljutottunk, már Budapesten is meg tudtuk mutatni. Ez ugye két pályázat már, ami a vége feléhez közeledik. Az első pályázatban azt hiszem, hogy 5 állomást jártunk a megyében, és ez most a második pályázatos kör, amelyet szintén megnyertünk, és itt szintén 5 állomás volt, ahol meg tudtuk mutatni a értéktár kiállítást, és bízunk benne, hogy a későbbiekben is lesz még lehetőségünk arra, hogy már reményeink szerint a kibővített értéktár kiállítást el tudjuk vinni a megye lehető legtöbb településére. A közgyűlési alelnök hozzátette, az értékek tára hamarosan bővülhet a szatmár-beregi gyümölcsös és fás legelőkkel, valamint Józsa András életművével. Egyéni javaslatok alapján egy nyomtatvány kitöltésével bárki ajánlhat új értéket, amiről később a helyi értéktárbizottság dönt. Új szervezeti felállásban működik a jövőben a Nyíregyháza Spartacus. A klubot háromfős elnökség Révész Bálint, Brek János és Ökrös András irányítja majd, sportigazgatóként pedig Nagy Sándor felel a stratégia tervezéséért és végrehajtásáért. A Spari a legutóbbi fordulóban 4-1-re verte a Somos Ese csapatát, így továbbra is 100%-os teljesítménnyel vezeti az NB3 keleti csoportjának tabelláját. Jelenleg ugyan az NB3-ban szerepel, de a lehető legrövidebb időn belül szeretne visszajutni az élvonalban Nyíregyháza Spartacus. A hosszú távú építkezés jegyében alakították át a szervezeti felépítést. A cél az, hogy a jövőben professzionális klubként vállalatszerűen működjön a Spari. Az elmúlt 28 évet, 30 évet vállalati
átszervezésekkel és válságmenedzseléssel töltöttem. Ennek megfelelően vannak olyan tapasztalataim, amelyekkel azt gondolom, hogy van egy pár olyan funkció a Spartakusznál is, amelyet erősíteni kell, és van néhány olyan funkció, amelyeket pedig érvényesíteni kell. Ilyen lényegében a tervezés, az ellenőrzés rész. Brek János, aki az elmúlt években több feladatkörben is szolgálta a Nyíregyháza Spartakuszt, a jövőben sportért felelős alelnökként dolgozik majd a csapat sikeréért. Ez egy teljesen új feladat. Kicsit talán testhez áll is, mert azt tudni kell, hogy én nem csak a futballból élek, vállalkozóként dolgozom, és napra kész itt lenni minden percben nem kell majd, tehát a napi operatív dolgokban nem mindig kell benne legyek, viszont meg kell határozni a célokat, azokat végre kell hajtani, gyakorlatilag számon kérni a stábtól, és hát tervezni a Nyíregyháza futballnak a jövőjét. Nem kis dolog ez, felelősségteljes. Nyilván vannak elképzeléseink, és megpróbálunk a mentén végig menni majd. A klubnál sportigazgatóként a Spari korábbi játékosa, Nagy Sándor felel majd a stratégia tervezéséért és végrehajtásáért. A Nyíregyháza Spartakusz 10 forduló után 100%-os teljesítménnyel vezeti az NB3 keleti csoportjának tabelláját. Idegenbeli győzelemmel kezdte a szezont a nyíregyházi kosársuli. Az amatőr nemzeti bajnokság nyitó fordulójában Miskolcon a DVTK második csapata ellen végig vezetve 69-50-re nyert Farkasinszky Gyuláné együttese. A nyíregyháziak a második fordulóban a Szegedet fogadják. Jól kezdték a mérkőzést Miskolcon a nyíregyháziak, az első negyed után 5 pontos vendégelőnyt mutatott az eredményjelző. A második 10 percet 7 ponttal nyerte az NKS, és a folytatásban sem változott a játékképe. A harmadik és a negyedik negyedet is behúzták a nyíregyháziak, akik végül a 25 pontig jutó Pap Klaudia és a 18 pontos Farkasinszky Orsolya vezérletével 19 pontos győzelmet arattak. Érdekes mérkőzés volt, mert ugye hogy a Diósgyőr azért megpróbált egész pályán letámadni, megpróbáltak úgy védekezni, hogy fault határon, na most ebben sok esetben a játékvezetők azért partnerek is voltak, tehát kicsit agresszívabb, keményebb volt, mint akár a felkészülési mérkőzésünknek bármelyike is. Ugye azért csak tudomásul kell venni, hogy ebben a csapatban olyan 5 játékos játszott, akik az A-ban edzenek, tehát napi 2 edzéssel készülnek a bajnokságra. Én úgy gondolom, hogy a lányok, ami tőlük telt, azt mindent megtettek a győzelem érdekébe. A palánk alatt azért az Orsi nem igazán volt tartható, és a második fél időre a Dia egy olyan egyéni teljesítményen rukkolt elő, úgy egy-egyen játékban, mint a kitűnobásokban, amit szintén nem tudott tartani az ellenfél. A nyíregyháziak a második fordulóban azt a Szegedet fogadják, amelyiktől az előző szezonban az alapszakaszban mindkétszer kikaptak, az ötödik helyről döntő párharcban viszont mindkétszer legyőzték a tiszapartiakat Farkasinszky Gyuláné tanítványai. A régi magból, ahogy megnéztük mostani játékos listát, öten maradtak, hát nekünk attól több maradt, tehát bízunk benne, hogy innentől kezdve azért az előny az mindenféleképpen nálunk lesz, ugye ők is elkezdtek befiatalítani, azokat a játékosokat játszhatják, akik korosztályos válogatottak. Ugye jó alkatú, jó szerkezetű az a 3-4 lány, aki most újonnan kezdett el játszani, meglátjuk, bízunk benne, hogy ez a mi rutinos játékosainak az nem fog gondot és problémát okozni, számomra csak a győzelem elfogadható hazai pályán. A nyíregyházi kosársuli Szeged mérkőzés vasárnap 16 órakor kezdődik a Szent Imre gimnázium csarnokában. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Az átlagostól jóval alacsonyabb termésátlagra számítanak idén a kukoricatermelő gazdák az aszály miatt. Sok helyen a tavalyi mennyiség negyedét sem tudják betakarítani, miközben a felvásárlási árak nem változtak. 4000-4500 forintot kapnak a termelők a takarmány növény mázsájáért. Szorosan együttműködik a nyíregyházi rendőrkapitányság a megyeszékhely 17 polgárőr szövetségével. A hatékony bűnmegelőzés érdekében közös járőrözéseket is tartanak. Na, azok a polgárőrök vehettek át munkájuk elismeréseként oklevelet, akik a 2015-ös turisztikai idényben rendszeres szolgálatot láttak el. Az aradi vértanúk tiszteletére tartottak ma megemlékezést a nyíregyházi evangélikus nagytemplomban. Szabó István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke televíziónknak azt nyilatkozta, október 6-a fájdalmas gyász a magyarok életében, ám mégis magasztos emléknap, hiszen a hősiességre, a nemzetért és a hazáért való áldozatvállalásra tanít.
A Kölcsei Televízió híradóját látták kedden, a legfrissebbekkel holnap este jelentkezünk, híreinket addig is megnézhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is többnyire felhős időre számíthatunk, bár front még nem ér el bennünket, továbbra is sok lesz a felhő felettünk, éjjel is erősen felhős lesz az ég, párássá válik a levegő, csapadék azonban nem várható, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 10 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap többnyire erősen felhős lesz az ég, legfeljebb rövid időszakokra bukkanhat elő a nap, számottevő csapadék nem valószínű, az északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik, délutánra 19 fokig emelkedik a hőmérséklet, gyenge melegfronti hatás érzékelhető térségünkben. A hét további részében is erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak rövid napos időszakok lehetnek. Gyenge esők ismétlődő jelleggel lehetnek, vasárnap nagyobb mennyiség is hullhat, az átlagosnál hidegebb, késő őszies időjárásra van kilátás, a hét legvégén, jövő hét elején napközben is 10 fok alatt marad a hőmérséklet.